Horváth Ákos az Atomenergia Kutató Intézet igazgatója, és az Atomenergia Kutató Intézet a KFK-ból átalakult energiatudományi kutatóközpontnak az egyik lába. Ez az átszervezés, ez milyen új lehetőségeket teremtett, és mi az előnye, hátránya, illetve milyen rendszerben folyik most a munka a hagyományos KFK-ra építve? Igen, ebbe az évben, 2012. januártól van ez a nagy változás az életünkben, amikor a korábbi Atomenergia Kutatóintézet, illetve az Izotóp Kutatóintézetből megalakult a Energiatudományi Kutatóközpont, és az eredeti céloknak megfelelően ennek a kutatóközpontnak a jövőbeni kutatási témái között meg fognak jelenni a nem nukleáris energetikai vagy energiatudományi kutatási témák. Ugye ezekkel a nem nukleáris energetikai problémákkal mindenki találkozik nap mint nap, hiszen ezeket elég széles körben tárgyalják a napi sajtóban is, és azt is lehet tudni, hogy jelentős kérdéseket kell megoldani. Most itt példaként említhetném az energiatárolás kérdését, hiszen láthatóan terjedőben vannak a megújuló energiaforrásokra alapozott energiatermelési módok, de egy közös problémát, tehát az energiatárolását, azt a mai napig nem sikerült nagy léptékben, tehát ilyen nemzeti vagy országos szinten megoldani. Most ezek az ilyen nagy megoldatlan kérdések vetik fel a kutatásfejlesztésnek a kérdéseit, és a mi kutatóközpontunk azt a célt tűzte ki maga elé, hogy olyan kutatási témákat indít, amelyek révén aztán később úgy érezzük, hogy szakértőként nyilatkozunk meg, mint az energiatermelés, mint pedig az energiatárolás különböző módozataiban. Mindemellett azt gondoljuk, hogy ugye a nem nukleáris energiatermelés mellett ugye egy jelentős, mondhatni jelentősebb energiatermelésnek a energiatermelés a fosszilis hordozókra épül, és a fosszilis hordozók által kibocsátott széndioxid, illetve a hulladékok elhelyezésének a kérdése, végső tárolásának a kérdése, az is egy feszítő probléma a mai társadalmak számára. Úgyhogy az ilyen fajta kérdések ennek a kutatásfejlesztési aspektusaival szeretnénk foglalkozni a jövőben. Az energiatárolás új módszereit kutatva, nekem mindig a Lombik Baby program jut eszembe a hagyományos módszerrel szemben, ahol itt a hagyományos módszer a szivattyús energiatároló, ahol végeredményben 1000 megawattos teljesítménnyel is lehet dolgozni, ahol olyan helyek is vannak optimálisan, mint például nálunk a prédikálószék és alatta a Duna, hogy az alsó tavat meg se kell csinálni, és hát ennek ellenére lehet, hogy itt is azt gondolják, hogy ki kell zárni a legjobb lehetőséget, mert mondjuk a 6. parancsolatba ütközik, és akkor utána lehet kutatni, hogy esetleg 50 vagy hány százalékos módszereket hozzunk előtérbe. Hasonlóan, mint ahogy kutatják például az Alföldön a szárazság tűrő növényeket, ahelyett, hogy egyszer megépítenék a Duna-Tisza csatornát. Tehát ebben a helyzetben úgy látja, hogy az energiatárolás, mert itt kifejezetten a villamos energiatárolásról beszélünk, annak milyen megoldásai vannak, és még egy kérdés, hát hiszen a gáz, ami önmagában véve egy energiatároló, és hát a gáztárolóba éves szinten tudunk tárolni energiát, hát gyakorlatilag a gázturbinás rendszerek azok adott esetben nem alaperőműként, hanem csak csúcserőműként működtetve elláthatják azt a feladatot, persze kevesebb profitot hozva, mint ha építünk szivattyús energiatározókat, vagy netán, a mangánoxidos és a legkülönbözőbb vegyi folyamatokra építünk rá energiatárolókat.
nyilvánvaló ez itt fölmerül, és milyen olyan ígéretes módszereket lát, mondjuk, ami a hagyományos módszerrel versenyképes lesz? Most ebben a pillanatban én úgy gondolom, hogy viszonylag kevés háttértudása magam mögött, ugye ez az ambíciónk, hogy mi ebben fölkészülünk a következő években, de ebben a pillanatban úgy gondolom, hogy itt a főbb kérdések mindig a léptékek körül vannak. Tehát egy szivattyús tározós erőmű az elképzelhető, hogy lesz a jövőben is, mint ahogy eddig is létezett, és alkalmas mondjuk az 1000 megawattos kapacitásnak a lefedésére, az ezzel egyenértékű tárolásnak a kialakítására. Viszont nem válaszol azokra a problémákra, amikor tegyük fel mondjuk ennél kisebb kapacitásokra van igény. Ugye emlékeztetnék arra, hogy manapság egyre inkább terjed az a fajta új ötlet, hogy a nagy országos vagy ilyen pán-európai energiahálózatok mellett, nem tudom helyett mi a helyes kifejezés, legyenek úgynevezett ilyen lokális energiatermelési és felhasználási körzetek, és az ilyen lokális, kisebb léptékű fogyasztói házatok számára is kell tudni találni energiatárolási lehetőséget. Ezek már nem feltétlenül szivattyús tározós erőművek, ugye, mert a földrajzi adottságok és egyébek figyelembevételével azoknak megvan a maguk helye. És adott esetben Magyarország számára sem feltétlenül ez az optimális megoldás. Itt lehet hallani a szivattyús tározós erőművekkel kapcsolatban olyan kritikákat, például, hogy ugye egy olyan esetben, amikor élőfolyónak a vizét használjuk fel energiatárolásra, akkor amiből ivóvizet is veszünk, akkor a szivattyús tározós erőmű az azért sem optimális megoldás, mert a tározóban felszaporodó algák, vízi élőlényeknek a toxikus termékei aztán esetleg az ivóvízbe kerülhetnek. De hát ez mondjuk csak egy aspektus, amihez mi nem feltétlenül értünk a mi tapasztalataink alapján. Viszont világos, hogy azt a korszakot éljük, amikor sok más ötletet meg kell vizsgálni, és feltehetőleg majd néhány év vagy évtized múlva el kell dobálni ezeknek a jó nagy részét, és elképzelhető, hogy aztán marad végül a jó bevált szivattyús tározós erőmű. Minden esetre az ilyen nem nagy méretű, tehát nem országos, vagy nem pán-európai, hanem lokális hálózatok számára azért kell tudni találni észszerű és megfizethető megoldásokat, és ki kell tudjuk egyenlíteni azokat a völgy időszakokat, amikor vagy csúcsidőszakokat, amikor ugye napcellákkal nem tudunk áramot termelni, akkor hadd említsem azt a problémakört, hogy ugye nem csak elektromos áramot használunk, hanem fűtünk is, közlekedünk, és így tovább. Tehát ezeknek a energiafelhasználási módoknak is kell találjunk valamilyen alkalmas energiatároló objektumot vagy médiumot, és ezeknek a kutatása, ez egy igen, igen nagy kérdés. Ezzel teljesen egyetértésben kérdezem, hogy az intelligens hálózat, mert így is nevezik ezt a rendszert, itt bizonyos típusú értékelemzéseket végeznek-e, mert most megint csak az értékelemzés jött elő, és amerikai módszerekkel próbálja a magyar partner az értékelemzést bevezetni, támogatni. Éppen ma volt egy tévében is egy műsor erről, holott az értékelemzéssel kapcsolatban azt kell, hogy mondjam, hogy a Lévai iskola, tehát Lévai András professzor annak idején az egész villamosítási kérdéseket, az egész gépészetet, hőerőgépészetet, azt szinte értékelemzéssel és a közgazdaságtannal kezdte, hogy hova vigyük a szenet, érdemes-e vinni a szenet, hol építsünk, hol bányásszunk, tehát gyakorlatilag ez megvolt, de nem értékelemzésnek, hanem lehet, hogy csak józan paraszti észnek hívták. Na most várható-e, hogy tudományos alapon, tehát tudományos tényekkel alátámasztva fogják
ajánlani az egyes energiatermelési módokat, és nem pedig divat alapján, hiszen én ezt látom az egyik lényeges elemének az új energiatudományi kutatóközpontnak, hogy itt valóban több aspektusból megvizsgálják a kérdéseket, na de hát van egy másik probléma, hogy a finanszírozás az viszont igen erősen politikai orientált, és a politikusok hát gyakran a saját ötleteiket próbálják mondjuk belevinni a tudományba. Igen, tulajdonképpen így is megfogalmazottam volna, hogy az Energiatudományi Kutatóközpontnak a célja, illetve a létének a jogosultsága az éppen az, hogy a Magyar Tudományos Akadémia keretén belül egyfajta ilyen független szakértői véleményt tudjon mellékelni egyes energiatermelési módok vagy energiatárolási módok mellé, hogy aztán alkalmas szakemberek abból az értékelemzés módszerével megfelelő következtetésre jussanak. Tehát tulajdonképpen mély egyetértésben azt mondom, hogy igen, tehát ez is az eredeti cél és a koncepció a kutatóközpont felállítása körül. És mi úgy képzeljük, hogy a részben a jelenlegi tudásunkra, amelynek egy része az atomenergetika felhasználásából következik, részben pedig a másik intézetnek a kémiai technológia katalízis területén szerzett szakértelmére támaszkodik. Tehát részben ezeknek a meglévő ismereteknek, részben pedig a jövőben indítandó új kutatási témák és reménybeli új szakemberek felvétele kapcsán eljutunk egy olyan szintre, hogy a döntéshozók előtt egy megfelelően alátámasztott és értékes, független szakvéleményt tudunk adni. Földtől egy kicsit elszakadva kérdezném, hogy végeredményben egy mini nukleáris erőművel, egy plutóniumbázisú mini nukleáris erőművel landolt a Mars szonda, és voltak olyan tervek, és most is vannak olyan tervek, hogy nem csak a nyomottvizes erőműveket, hanem más típusú erőműveket is megpróbálnak építeni, többek között kisebb teljesítményű atomerőműveket. Ezzel kapcsolatban végeznek-e kutatásokat, és az Unióban gondolkoznak-e azon, hogy ilyen erőműveket is üzembe kéne valahol állítani, kifejezetten ezeknek a lokális hálózatoknak a betápjaként? Igen, magam is hallottam ilyen kisméretű reaktortervekről. Én úgy tudom, hogy egyébként ez a Mars jármű, ezt a termoelektromos generátor elvén működő eszközt vitt magával. Ilyeneket rendszerint olyan esetekben használnak katonaság, vagy akár így az űrkutatás területén, ahol ugye egy hosszú ideig megbízható eszközre van szükség, és nem nagyon fontos, vagy kevésbé fontos talán az, hogy az energiakonverzió az milyen hatásfokkal megy végbe. Ezeknél az eszközöknél ez nem különösebben jó, ez a hatásfok. Itt a polgári életben, vagy így azt mondjuk így a földi használatban ugye viszont egy nagyon erős hangsúlyt kap az, hogy egy erőmű az megfelelően gazdaságos legyen. Tehát az erőművek hatásfokának a javítása a cél elsősorban. Ugye erről beszélünk mind a következő harmadik generációs vagy a negyedik generációs reaktorok esetében. És ugye az utóbbi években megfigyelhető volt az a trend, hogy így a gazdaságosság javítása érdekében egyre nagyobb és nagyobb egységteljesítményű blokkokat állítanak elő, vagy terveznek a gyártók. Nyilvánvalóan elkövetkezik egy határ, amikor ezeknek van valamilyen más aspektusból bekövetkező limitje, amit nem érdemes túllépni. Ez mondjuk a biztonság területén elképzelhető. És előjönnek más ötletek az ilyen moduláris kisméretű reaktoroknak az építése. A kérdésének a második részére válaszolva, hogy az Európai Unió milyen terveket szövöget, erre azt tudom mondani, hogy kimondottan ilyen kisméretű reaktorokról nem beszélnek az Európai Unióban. Az a terv, ami az úgynevezett negyedik generációs reaktorok körül bontakozott ki most már egy kicsit több mint 10 éve,
azt az Európai Unió magáévá tette, és kutatási programokat indított el, meg ambicionált, hogy ezek a, ez a hat negyedik generációs reaktor típus közül néhány, illetve azoknak a prototípusai megépülhessenek az Unió területén valahol. Az utóbbi években aztán ezekből a tervekből és egy kicsit jobban átgondolt stratégiával az következett, hogy olyan reaktorokban látják a jövőt, mondjuk így, hogy a nukleáris iparban dolgozó szakemberek, amelyek hozzá tudnak járulni, mind a mellett, hogy a gazdaságos üzemelés persze szem előtt tartják, de jelentősen hozzá tudnak járulni a fenntarthatóság szempontjához. Tudnélik az üzemanyagciklusnak a zárása, ez egy olyan fontos kérdés, ami ilyen értelemben talán megelőzi a gazdaságosságot is. Ugye manapság nyitott üzemanyagciklussal üzemelünk, bányásszuk, az urándósítjuk, elhasználjuk, elégetjük az erőműben, majd félretesszük, és azt gondoljuk, hogy majd valamikor eltemetjük. Az üzemanyagciklusnak a zárása az egy feltételezne egy fejlett újrafeldolgozást, tehát az elhasznált üzemanyagnak a újrafeldolgozását és a hasznosítható részek újra égetését, újrafelhasználását. Ez jelentősen, tehát 1000 évre megoldhatná az üzemanyagellátás kérdését. Viszont ahhoz, hogy egy ilyen tervet meg tudjunk valósítani, ahhoz úgynevezett gyors reaktorokra szükség van. Úgyhogy az Európai Unióban az ipari szereplők bevonásával tulajdonképpen ennek a gyors reaktoros fejlesztési tervnek a kibontakozása látható, tehát elsősorban ebbe az irányba történnek most lépések. 3 gyors reaktor típus fejlesztéséről beszélnek, ez a nátriumhűtésű, a gázhűtésű, illetve az ólomhűtésű gyors reaktor típus terve, és úgy tűnik, hogy hát természetesen a korábbi tapasztalatokra alapozva, amit itt Európán belül mondjuk úgy, hogy a franciák képviselnek elsősorban, a nátriumhűtésű gyors reaktor típus az, ami prioritást élvez, az úgynevezett referencia típus, amit a francia kormány és a francia kutatóintézet ipari szereplők közösen szeretnének felépíteni 2020-as években. És egy sikeres prototípus tesztelés után csinálni belőle kereskedelmi terméket, kereskedelmi reaktort. A másik két úgynevezett alternatív típus, ez az ólom és a gázhűtésű reaktor típus, ezeket pedig a részben a belga-olasz kezdeményezésre fejlesztik Európán belül, a gázhűtésű pedig a franciák meghívására egy ilyen közép-európai konzorcium, amiben a magyar részről a mi kutatóközpontunk van benne, csehek, illetve szlovákok az ottani kutatóintézetekkel, és a legújabb fejlemény az, hogy csatlakoztak ehhez a hármashoz a lengyelek is, a Lengyel Nukleáris Kutatóintézet. Ez a közép-európai konzorcium fejleszteni. Természetesen ez a projekt, ez a terv, ez abban a fázisban van, amikor próbáljuk előkészíteni megfelelő megalapozott anyagokat a döntéshozók számára, és abban az esetben, hogyha ebből a reaktorból valóban egy kísérleti reaktor épülhet, tehát a konkrét tervek és kivitelezésre indulhat, akkor egy nagyon erős kormányzati támogatás kell itt a résztvevő országok részéről. És ez egyben az úgynevezett transmutáció kérdését is megoldaná ez a reaktor? Részben igen, tehát ehhez a kérdéskörhöz, tehát az üzemanyagciklus zárásához kapcsolódik az, hogy a transmutációval ugye bontjuk le, vagy alakítjuk át a számukra nem kívánatos hosszú felezési idejű radioaktív izotópokat, és ezekben a gyors reaktorokban lehetőség volna arra, hogy ezeket a transmutációs kísérleteket is elvégezzük, igen. Ha a jövő energiaellátásában akár a fúzió, akár a megújuló energiák jelentőssé válnak, akkor is szükség lesz ezekre a reaktorokra, hiszen a kiégett fűtőelemek elhelyezése megoldandó problémaként jelentkezik.
Igen, úgy gondoljuk a mai felfogás szerint, hogy racionális döntés volna gyors reaktorok beléptetésével a már eddig is felhalmozott kiégett fűtőelemeket hát részben felhasználni, hiszen azért ezeknek jelentős energiatartalma van, részben pedig lecsökkenteni ezt az időt, amíg nekünk ezeket tárolni kellene. Milyen módon tudja az AEG segíteni azokat a még megmaradt magyar vállalatokat, esetleg nem magyar tulajdonban lévő magyar vállalatokat, de Magyarországon működő vállalatokat, mint például a gaznak a szivattyúgyára, amit említenik, amit kifejezetten a KGSG-ben létrehoztak az atomenergiaipari együttműködésre, hogy az új paksi blokkok építésénél milyen kutatási igény merül fel ezen vállalatok részéről? Erről tudnál valamit mondani, vagy ez éppen a titok kategória? Titok kategória, titkot nem képez az információ, de jelen pillanatban ezek a készülődések még egy olyan fázisban vannak, amikor azt még nem lehet pontosan látni, hogy magyar cégek részéről milyen igények merülhetnek föl. Ugye mostanában itt a napokban készülődik az a tender kiírás, ami majd remélhetően még ebben az évben meg tud jelenni. Ebben a tender kiírásban mi szakértőként részt veszünk, tehát benne vannak a mi szakértőinknek az anyagai is, és úgy gondoljuk, hogy tehát mi arra hosszú távra tervezünk, ami magában foglalja az új blokkoknak az építését, tehát a üzemeltetését is, és ezek mögött valamiféle ilyen a nukleáris biztonságot fenntartó ilyen szakértői csoportként tervezünk működni. Úgy gondoljuk, hogy mindaz, ami a nukleáris erőműveknek a biztonságos üzemeltetéséhez szükséges szakértelem, az ebben az intézetben meg fog maradni, és ezzel próbálunk meg majd a jövőbeni cégeknek támaszt nyújtani. Arra a kérdésre nem tudok ebben a pillanatban válaszolni, hogy hány és milyen cégek tudnak majd jelentkezni a bizonyos önrész vagy saját rész beszállításra, amit a projekt során tervez a magyar kormány is. De lehet tudni, hogy komoly készülődés van, tehát az ilyen cégeknek a felmérése folyik, ennek az adatbázisnak az összeállítása folyik, és reményeink szerint ehhez kapcsolódó ilyen úgynevezett felkészítő célú kutatásfejlesztési pályázatokat is fognak majd kiírni a közeljövőben. Akkor elérkeztünk az utolsó kérdéshez, hogy véleményben milyen kutatási megbízásokat fogadna szívesen az AEG? Mi elkezdtünk ugye néhány évvel ezelőtt már gondolkozni azon, hogy a jelenlegi plaksi blokkok élettartam hosszabbítása kapcsán, illetve azután vajon milyen jövő vár az intézetre, és hogyan képzeljük azt, hogy a jövő kutatási feladatai majd megtalálnak minket. És ennek a gondolkodásnak az eredménye az egy ilyen jövőkép jelentés volt, ami 2010-ben jelent meg, az úgynevezett fenntartható atomenergia technológia platformnak a honlapján, ez az interneten megtalálható. Ebben a jövőkép jelentésben vázoltuk a magunk helyzetét is. Mi úgy gondoljuk, hogy ennek a kutatóintézetnek lényegében három irányra kell összpontosítania. Tehát a meghosszabbított üzemidő alatt természetesen a mostani paksi négy blokknak a szükséges szakértői támogatását tervezzük megadni a jövőben is. Mindenfajta felmerülő kérdéssel, ez ami az öregedő erőművel kapcsolatban felmerülhet, illetve úgy gondoljuk, hogy az új blokkok építése, hatósági engedélyezése alatt, hát ez nagyjából mondjuk, hogy a következő 10 év, illetve a majdani üzemelés alatt ez nagyon hasonló ilyen szakértői támogatást kívánunk nyújtani, ez nekünk magunknak is meg kell tanulni, meg kell ismerni azt a technológiát, amit majd ezek az új blokkok képviselnek. És a harmadik, szintén nem kevésbé jelentős irány, amiről már említést tettem, tehát azokban a nemzetközi
nemzetközi tendenciából bekapcsolódás, vagy nemzetközi kutatásvezetési programokból bekapcsolódás, ami azt célozza, hogy a nukleáris energetika felhasználása fenntartható legyen a jövőben. Tehát ez az, amit ugye üzemanyagciklus zárása néven emlegetünk. És úgy tűnik, hogy az Európai Unióban az úgynevezett Euratom keretek között kiírandó kutatásvezetési témák között, főleg majd az ilyen hosszú távú témák fognak inkább szerepelni. Tehát ebben a negyedik generációs üzemanyagcikluszárásos témakörben számítunk főleg nemzetközi pályázati támogatásokra, és a rövid középtávú célok és részben a hosszú távú célok kielégítése érdekében pedig hazai forrásokra. Tehát úgy látja, hogy az itt létrehozott intézmény, amit hát annak idején létrehoztak, az a következő 50 évre is megmarad, és nem fogják a telket mondjuk parcellázni. Igen, ez nagyon határozottan úgy tűnik, hogy feladatunk lesz bőven. Azon vagyunk, hogy azt a generációt, akik lassan ugye, nyugdíjban mennek, és annak idején kezdték 60-as, 70-es években a szakmát, hogy ezt a generációt, ennek a generációnak a tudását, kompetenciáját kellőképpen megfelelő minőségben az elvárásnak megfelelően átmentsük. Ehhez sokat kell dolgozni, ez nem egy könnyű feladat. És annak érdekében, hogy ez folyamatosan üzökenőmentesen menjen, ahhoz képzésekre, belső képzésekre is szükség lesz. Mindamellett érdekes, izgalmas kutatási feladatokra, amik remélhetőleg sok fiatal pályakezdő kutatót vonzanak majd az intézetbe. Köszönöm szépen a beszélgetést! Én is köszönöm!